Július 3-a és 8-a között idén is Velencén rendezik az EFOT-ot, vagyis az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, melyen idén kiemelt szerepet kap a sport a rengeteg zenei és kulturális program mellett. A keddi sajtónapon így a sport, vagyis a strandfoci játszotta a főszerepet. Az idő nem volt éppen ideális, de az Albakon-Fehérvár kosárlabda csapatából Gorzsás Krisztián és Juhos Levente is pályára lépett a számukra szokatlan környezetben. El tudtam volna képzelni kicsit jobb időt is, mint most ugye az zúgó esőbe, de a hangulat jó volt, ugye az animékeműszeres srácokkal voltunk egy csapatban, szóval adott volt a jó hangulat, sajnos kikaptunk, és hát egy-egy lett, mivel lőttünk az egy gólt, csak hát ugye a saját kapuban sikerült. A villámtornára meghívást kapott a Szapa-Fehérvár AV19 csapata is. A fehérvári ördögök nem kímélték magukat, komolyan vették a mérkőzéseket, de ez náluk természetes, bármilyen megmérettetésről legyen szó, tudtuk meg Tokai Viktortól, a volán védőjétől. Minden egyes sportveseményt komolyan kell venni, különben egy kicsit elvész az értéke, hogyha komolytalanná válik, legalábbis szerintem. De biztos ez a hosszan profi szinten eltöltött időből jön, és a folyamatos bizonyítási vágyból. Úgyhogy, de azt hiszem, hogy ezzel a mi csapatunk ez így volt végig. Az idén tehát fontos szerepet játszik az EFOT-on a sport is. A rendezvény egy Budapestről induló kerékpártúrával rajtol, de lesz strandröplabda, kosárlabda, kispályás és strandlabdarúgó torna, valamint sárkányhajó versenyt is tartanak a szervezők. Szeretnénk minél aktívabb kikapcsolódásra buzdítani a itt jelenlevő legfőképp egyetem és főiskolai hallgatókat, és a napközbeni aktivitásokat akartuk megerősíteni azáltal, hogy sportrendezvényeket szervezünk, illetve hát fontos arra odafigyelni, hogy az egészséges életmód és az aktív kikapcsolódás az ugye a nemzetgazdaság számára is, hát most egy ilyen csúnya szót így a fesztivál kapcsán használok, de annak is nagyon jó, mert mindannyian tudjuk, a rendszeres sportolás akár több évet is emelhet a várható élettartamon, úgyhogy ez kifejezetten úgymond az ászlónkra tűztük, hogy népszerűsítsük az egészséges életmódot. Idén július elején tehát nem csak a zenei és kulturális felhozatal miatt lesz érdemes ellátogatni Velencére, az EFOT-ra, a sport szerelmeseit is várják a fesztiválra.